A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, ma egy olyas valakivel fogunk beszélgetni, aki otthonról hazajött, mármint az Egyesült Államokból, illetve Olaszországból. Jövőre itt van köztünk Somogyi Viktória. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm szépen, és én is szeretettel üdvözlöm a nézőket. No, hát az elmúlt időszakban azért már találkozhattunk. A Hit kiárusítása film kapcsán nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen elvek mentén született meg, hol mindenhol mutatták be, mi volt az előzménye, illetve milyen jövőképet rejt. Most azonban arról kell, hogy szó essék, hogy mi minden történt azóta, hiszen ez a film 2017. októberében került a nézők elé, és azt hiszem, hogy példanélkülű sikert aratott, de erről is már sok szó esett. Egy kicsit beszéljünk az utóéletéről, hiszen azt gondolom, hogy ehhez rendkívüli elhivatottság kell, és a filmkultúra egyébként is egy olyan művészeti ág, ami azt hiszem, hogy az avatottaknak megad mindent, bármilyen mély az a téma, mint itt a Hit kiárusítása, ugye itt a templombontásokról szólt ez. No, ugye a fogadtatásról már beszéltünk, hogy jószerivel mindenki láthatta, hogy milyen mélységeket takar és milyen problémákat rejt a templomok megszűnése az Egyesült Államokban és bárhol másutt, hiszen ezzel a különböző közösségek is foglalkoztak kiemelten Rómában és másutt is. Ugyanakkor fontos, hogy mi történt a bemutatók után, mert hogy ez az alap. Igen, a film 2018-ban kezdte meg a körútját, úgymond az első bemutatók után, és akkor kezdődött az első kör az Egyesült Államokban, illetve Székesfehérváron veled. És utána a 19-es év is ezzel telt, illetve a filmfesztivál osztatással, ami miatt ugye nem nagyon lehetett egyébként bemutatni, mert ilyenkor ez kérés a fesztiválok esetén, hogy tévében és egyéb közönségtalálkozókon ne legyen bemutatva. Így aztán 2019 második felében kezdtem az amerikai bemutatókat a magyar közösségekben, elsősorban ott, ahol ugye a film is történt, tehát a Clevelandben, és aztán próbáltunk Boston, New York, és aztán Kaliforniában is bemutatókat tartani, és ugye 2020-ban megérkezett a COVID. Emiatt nagyon szép tervek voltak már a filmbemutatókra az Egyesült Államokban, Olaszországban, Magyarországon és a határon túli területeken is, de hát ezt egy tolvonással ugye átírta a COVID. De ennek ellenére folytatódott online, mert ugye éppen akkor terveztük Székesfehérvárra is, és akkor már nem tudtam hazajönni, csak online jelentkeztem be. Ugyanígy folytatódott az Egyesült Államokban is. Nagy örömömre szolgált, hogy a magyar közösségeken túl amerikai közösségek is megtaláltak. Nem is tudom, tényleg ilyen szájhagyomány útján terjed az amerikai katolikus közösségekben a filmnek a híre. Ez az egyetlen alkotás nagy megdöbbenésemre azóta, hogy ugye 2002-ben Bostonban az egyházi szexuális visszaélési botrány kitört, és hát az Egyesült Államok katolikus egyházát jelentősen sújtja anyagilag és presztízs szempontjából is ez a súlyos válság. Mégis nem jönnek létre könyvek, filmalkotások, vagy mélyebb feldolgozása ennek a témának. Úgyhogy gondolom emiatt is fordulnak ehhez a
filmhez, ami ingyenesen elérhető a filmnek a weboldalán az angol cím alapján, Foreclosing on Faith, de ha valaki beírja a magyarul is, hogy a hit kiárusítás, a magyar oldala is van, úgyhogy úgy is megtalálja. És akkor hát ebben az időszakban, amikor ugye vissza kellett vonulni a 2020-as évek elején a Covid válság miatt, akkor elkezdtem gondolkodni egy következő terven, hogy jó lenne feldolgozni azt a több mint 40 interjút, amit készítettünk a filmhez. Igen, és hát ez nyilvánvaló, hogy adja magát, hiszen a filmben azért voltak betétek, de meglehetősen rövidek. És nyilván, hogyha valaki a mélységet szeretné ebben a témakörben megmutatni, akkor az használható adatokkal rendelkezett. Igen, én is sajnáltam volna, hogyha mindez a hasznos információ, ami a témát érinti, elhalna az archívumainkban. Úgyhogy szépen nekiálltam ebben az időszakban, és átfésültem ezeket az interjúkat, ebből összeállítottam különböző szempontok alapján egy kis kötetet, elé egy kis történetet az amerikai-magyar bevándorlás történetéről, nagyobb fázisairól, és akkor a végére pedig egy ilyen megoldási lehetőségeket tömörítő fejezet is került, de igazából ugye az a szomorú történet ebben, hogy a templombezárások nagyrészt megtörténnek, tehát mondjuk úgy, hogy 99%-ban bezárnak ezek a templomok. Ezek szakmai, vagy szakmai és emberi megoldások voltak, amelyeket hozzátettél így a végén? Igen, tehát az amerikai Egyesült Államokban tapasztalt reakciók alapján sikerült összeállítani ezt a harmadik részt a könyvhöz, tehát azt tapasztaltuk, hogy a kis egyházi közösségek milyen újabb ötletekkel állnak elő, amelyek segíthetnek ahhoz, hogy meg tudják őrizni a templomaikat. Vannak olyan kezdeményezések, alulról jövő kezdeményezésekről van szó, amelyek azt célozzák, hogy például jómódú orvosok, vállalkozók, katolikusok megvásároljak, visszavásárolják a korábban eladott katolikus templomokat, amiket mondjuk raktároknak, legjobb esetben raktároknak, egyébként mondjuk voltak ilyen striptease klubok, vagy akár sörözők és egyéb színházak, magánépületek kialakítva ezekben a régi, gyönyörű, szép templomokban, és ezeket visszavásárolják, felújítják, visszaállítják templommá, és akkor fordulnak a helyi egyházmegyékhez, hogy akkor újra nyilvánítsák ezt istentiszteleti helynek, biztosítsanak egy héten egyszer, vagy bizonyos időszakban egy papot, aki szolgálja a közösségeket. Ez volt egy. És aztán vannak más lehetőségek. Igen, itt kérdés, egy interjúban egyszer azt mondtad, hogy az Egyesült Államok a végtelen horizontok helye lelki és szellemi értelemben, és ez nyilvánvaló, hogy így van. Ugyanakkor néha helyzet Európában. Hiszen ez korán sem mindegy, azért neked Olaszország az egyik otthonod. Értelemszerűen nyilván Rómát és ezeket a hívő katolikus országokat nem fenyegeti ilyen veszély, ugyanakkor Európa szerte azért észlelhetjük, hogy megtörténtek azok a demográfiai változások, amelyek viszont fenyegetettséget jelentenek. Igen, tehát Olaszországban is sajnos, most már a nagyobb katolikus országokban, Írország, de említhetem itt ugye Franciaország, Németországot is, ez a jelenség, hogy templombezárásokkal kell szembesülnie a helyi közösségeknek, igenis él. És hallom mostanában, hogy lehet, hogy Erdélyben is elközeleg ennek a veszélye. Tehát ez egy valós probléma. Nyilván itt inkább arról van szó, hogy az intézményi vallásosság iránt talán csökkent az érdeklődés, tehát kevesebben járnak templomba, gyakorolják a hitüket, így aztán a fenntartásuk ezeknek az Isten tiszteleti helyeknek kérdésessé válik. Ugye rengeteg költséggel jár az, hogy ezeket működtessék, megőrizzék az állagukat. Tehát emiatt sajnos Európát is sújtja ez. Nagyon alacsony az Isten, tehát a szentmisék látogatottságának az aránya, 10% alatt van. Mondhatjuk, hogy minden európai országban, az Egyesült Államokban ez még mindig a 40% fölött van. Tehát
Igen, ez tapasztalati tény. Én magam Erdélyben tapasztaltam ezt meg, hogy ugye ott azért nem csak katolikus és református egyház létezik, hanem azért ott vannak a reformegyházak közül is, és ráadásul egyre erősödnek. Ez mit jelent egyébként, szerinted, a szakember szerint? Ahogy a Vatikánban is tárgyalják ezeket a kérdéseket, ugye Ferenc pápa mindig arra buzdítja az egyházat, a helyi egyházakat, hogy önmagából kilépő egyházzá váljunk, ami annyit jelent, hogy ugye missziós egyház, tehát hogy ki kell lépni a templom falai közül, nem azt kell várni, hogy bejönnek a hívek, hanem aktív módon próbáljon az egyház a hívekhez eltalálni. És hát nyilván ezeknek a nem hagyományos, hanem újabb egyházaknak, keresztény egyházaknak is ez a vonzerejük, hogy ők igenis nagyon aktívan keresik a helyi lakosokat, és utánuk járnak, és bevonják a közösségi életbe, számos lehetőséget biztosítanak nekik, ami nyilván vonzóvá teszi, és esetleg átpártolnak a katolikus vagy a hagyományos protestáns egyházaktól. Igen, ezt én magam is megtapasztaltam, hiszen Erdélyben a Unitárius Egyház nagyon erős, és olyan programokat, közösségi programokat szerveznek, ami összehozza, csapattá formálja az embereket, akármilyen kis településről van szó. Tehát ez nagyon fontos. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy Amerikán túl, hiszen hogy mi a helyzet Rómában, hiszen Ferenc pápa látogatása nagyon sokat jelentett nekünk értelemszerűen. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az elmúlt időszakban megjelent jó néhány olyan közösségi terekben, hogy egyre csökken a katolikus egyház szerepe, helye Magyarországon is. Igen, azért nyilván ez egy általános tendencia világszerte. Igen, tehát mint említetted, hogy kevesebben járnak templomba. Igen, tehát nyilván ez egy jelentős tényező, sok más szempont is hozzáadódik ehhez a jelenséghez. Ezzel foglalkozik éppen most ugye a katolikus egyház a szinódus idején Rómában. A világ minden részéről püspökök érkeztek október 4-től 29-ig a Vatikánba, ahol éppen az aktuális kérdésekkel foglalkoznak, ami az egyházat érinti. Többek között ugye ez is, hogy hogyan végezze az egyház, hogyan váljon missziós egyházzá, hogyan tudjon megújulni olyan értelemben, hogy vonzó legyen a mai posztmodern társadalom számára is, hogy hogyan tudja megszólítani ezen az új nyelven azokat a társadalom tagjait, akik esetleg vagy nem hallottak, vagy elvesztették a hitüket. A Vatikáni Rádió munkatársaként ebből mennyit észlelsz? Tehát ez miként nyomja rá a bélyegét a mindennapokra Rómában? Igazából ugye mi nagyon keveset észlelünk ebből, mert Róma a katolikus egyház központja, és rengeteg zarándok érkezik, vagy turista, aki nem feltétlenül katolikus vagy keresztény, de mindenképpen a történelmi, a kulturális örökség szempontjából felkeresi ezeket az Isten tiszteleti helyeket. Tehát Rómában is vannak például templomépítések, mert ugye növekszik a város, és születnek új kerületek, ahol szükség van új templomokra, tehát nagyon sok új, modern templom is van most már Rómában, nyilván ezek inkább a külvárosi részeken. Tehát Róma mondjuk úgy, hogy nem igazából a valós lakmuszpapír ebben a kérdésben, mert hogy szerencsére nagyon sok keresztény, vagy nem keresztény, de felkeresi ezeket a templomokat. Rómára vetítve nyilvánvaló, hiszen a katolikus egyház központjaként nyilván kulcskérdés ott is, hogy a migráció milyen problémákat vet fel, hiszen egyre több nyilvánvaló, hogy a migráns áradat abban az értelemben, gazdasági értelemben ezzel ne foglalkozzunk, mert ez nyilván a mindenkori kormányok dolga, viszont a hit szempontjából is fontos kérdés, hogy kik érkeznek. Mennyiben változtatja meg a mindennapokat az a migráns áradat, ami elárasztja Európát, ha úgy tetszik, és itt most nem ellene vagy mellette vagyok. Ez egyszerűen egy ténykérdés, hogy ugye több millióan érkeztek Franciaországba, és ott már is változott a hétköznapi emberek sorsa, élete. Olaszországba is rengeteg migráns érkezik, ugye
a déli részekre, elsősorban Szicíliába. És hát az egyház válasza erre nyilván keresi a válaszokat. Ferenc pápa nagyon erősen kiáll amellett, hogy az egyháznak segítenie kell ezeket a szerencsétlenül járt embereket. Tehát nyilván a karitatív szempont az, amelyik elsősorban megnyilvánul ebben a kérdésben az egyház részéről, hogy attól függetlenül, hogy migráns vagy nem migráns, rászoruló személy, és ebben mit tud tenni az egyház. Nagyon sok, ugye Olaszországban ez esetleg hangsúlyosabb kérdés, nagyon sok helyi egyházi szervezet, ugye a Caritas, a jezsuitáknak vannak ilyen befogadással foglalkozó szervezetei, segítik az ilyen odaérkezőknek a első segélynyújtását, mondjuk úgy, és elindítását az integráció felé. Nagyon élen jár ebben például a Sant'Egidio, a Szentegyed közösség, amely jelen van Magyarországon is. Tehát az egyház igyekszik, mint minden korszakban a története során, választ adni az adott kérdésekre, amik a társadalmat érintik, és így pontosan a migráns kérdésre is elsősorban, mondom, a karitatív szempontból igyekszik a segítségükre lenni. Ilyenkor bizonyosodik be, hogy a hit kiárusítása micsoda gyönyörűségeket is takar, hiszen a hit bennünk él, az elhangzik, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Milyen terveid vannak? Mindig nagyon sok tervem van, aztán ugye a nap 24 órából áll, és vannak prioritások. Most, hogy összeállítottam ezt a kis kötetet a film interjúiból, szeretném ezt kiadni, úgyhogy majd emiatt is újra kézbe veszem, és át kell fésülni, és még újabb információkkal napra készebbé tenni. Tehát most ez az elsődleges tervem, hogy ezt a jövő év során megvalósítsam, illetve a Covid időszak abból a szempontból is termékeny volt, hogy egy újabb ötletem született, hogy ha fizikálisan nem tudjuk megmenteni ezeket a templomokat, akkor digitális formában tegyük meg, ezért létrehoztam egy weboldalt, Mentsük meg a templomainkat, Save the Churches angolul, és ez a két nyelvű weboldal angol és magyar nyelven érhető el, ahova közösségi erőfeszítés erejével igyekszünk egy digitális archívumot létrehozni a világ bármely táján épült magyar templomokról. Nem feltétlenül csak, tehát nyilván elsősorban most a katolikus vonalon indulunk el, de nem csak katolikus, hanem protestáns, illetve bármilyen más. Tehát nyilván tudjuk, hogy például az Egyesült Államokba kitelepült magyar zsidó közösségeknek is számtalan zsinagógája, istentiszteleti helye épült, tehát ezeket is sorra vennénk, és ezen a weboldalon elhelyeznénk. Ez a történelmi, kulturális, egyházi örökségünk részét képezi, úgyhogy nagyon fontos lenne az, hogy még mielőtt végleg eltűnnek fizikálisan ezek az istentiszteleti helyek, összegyűjtsük az információkat. De nem csak azokról keresünk és kérünk információkat, amelyek még állnak, hanem azok is, amelyek már nem állnak, de még a közösség emlékezetében élnek. Nagyon sok az amerikai magyar közösségekben megtapasztalt élményeim alapján mondhatom azt, hogy ugye sokan őriznek felvételeket, videókat, fotókat, egyéb örökséget ezekből az esetleg már lerombolt templomokból, ezeket is várjuk. Tehát mindenki kitöltheti a weboldalon ezt a formanyomtatványt, ami a templommal kapcsolatos bármiféle információt taglalja, tehát hogy mikor épült, mikor bontották le, milyen közösség volt ott, milyen egyházi társulatok működtek a templom környékén, milyen más épületek voltak, milyen szobrok voltak a templomban, milyen egyházi örökséghez tartozó magyar szentekről szóló bármiféle üvegablakok, szobrok, képek voltak, és ezek élnek esetleg
a fotóik, a videófelvételei között, ezeket is fel lehet tölteni. Úgyhogy... Tehát ez egy nagy évű program mindenképpen. Igen. Gyűjtöttél csapatot magad köré? Pontosan ez indul majd most. Itthon vagyok, próbálok találkozni egyházi képviselőkkel és egyéb személyekkel, akik ezen a területen érdekeltek. Nagyon érdekes volt, májusban volt Pécsett egy diaszpóra konferencia, és ott az egyetemen foglalkoznak, kialakult egy központ, amely pontosan ennek a magyar diaszpórának a történetével kíván nagyon alaposan foglalkozni, úgyhogy ott is, majd jövőre is igyekszem társakra találni, és bevonni másokat is ebbe a nagyon nagy feladatba. Ez nyilván nem egy ilyen egyszemélyes produkció lehet, mert az adott közösségekből is szükség van azokra, akiknek még vannak ilyen információik, úgyhogy ez egy átfogó projekt. Tehát egy kicsit otthonról hazajöttél, a projekt kedvére, és nyilván édesanyádat is, édesanyád is örül neki, hogy itthon vagy. Igen, igen. Meddig? Most csak még egy hétig, és aztán vissza Olaszországba. És Amerika? Amerika mindig a horizonton, igen, igen. Jó. A férjem révén is, akinek a munkája az Egyesült Államokhoz is kötődik. Tehát emiatt gyakran visszajárunk, és nagyon érdekes egy egyházi téma után ugye a művészet világába átlépve, de ott is ugye a szépséget és a jót képviselve, és azt továbbítva az emberek felé, nagyon nemes missziót vállalt fel a férjem azzal, hogy fiatal mozaik művészeknek a munkáit állítja ki, és igyekszik megbízatásokat szerezni számukra, ezáltal is a művészetet és a fiatal művészeket támogatva, és ez egy nagyszerű élmény, hogy tényleg milyen sok boldogságot és örömet szerezhetünk az embereknek azáltal, hogy a valódi művészetet közvetítjük. Tehát azért megvannak a találkozási pontok. Igen, igen, mindenképpen. Léki, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt kívánom, hogy azok a tervek, amelyeket itt elmondtál, felsoroltál, jöjjenek be, hiszen nincs kétségem felőle, erre óriási szükség van egyik oldalról, másrészt pedig természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük azt a munkát. Elengedhetetlen egyébként ahhoz, hogy nem csak a katolikus, hanem az általában a hívő közösség is nyugalomban tudjon élni, és teljesítse azt az emberi küldetését, ami azért kapcsolódik a hithez is. Nagyon szépen köszönöm. Igen, az nagyon fontos, hogy a közösségnek visszaadjunk abból, ami nekünk a látókörünkbe került. Úgyhogy ez egy tényleg ilyen misszió, és ennek része vagy te is, hogy ugye Székesfehérváron, a szülővárosomban neked nagyon sokat köszönhetek, hogy a film népszerűbbé vált, és sokakhoz eljutott. Nagyon köszönöm, szépen köszönöm. Köszönöm, megtiszteltél. A következőt is bemutatjuk, nincs kétségem felőle. Köszönöm előbb szépen. Előbb még meg kell csinálni. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Somogyi Viktória volt, a Vatikáni Rádió nagyszerű munkatársa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.